Sziasztok, fiúk, lányok! Köszöntelek benneteket! Következzen az én brutálisan őszinte véleményem és beszámolóm a Dyson Sphere programról. Gyerekek, röviden ezt a játékot imádom. Egyszerűen megvett kilóra. Az elmúlt egy hét alatt sikerült majdnem 30 órát beleégetnem a játékba, és részben azért, mert nem vagyok teljesen normális, és az alvás rovására ment ez a játékidő, de alapvetően tehát annyira élvezem ezt a játékot, és nem győzök vele betelni, hogy ez gyakorlatilag így előhozta ezt a szituációt. Na de, tehát alapvetően ezt előre bocsátom, hogy nagyon pozitív lesz a beszámolóm, de igyekszem elmondani a játékról a jót, a rosszat és a furcsát, feltéve, hogy vannak ilyenek. Na, kezdjük is talán egy érdekes felütéssel, mégpedig azt, hogy ez a játék bizony, hiszitek vagy nem, de kínai fejlesztés, tehát kínaiak Kínában készítették és készítik is, mivel Early Access. És gondoltam, hogy így az elején szenteljünk ennek is néhány gondolatot. Ugye főleg mostanság nincs túl nagy bizomány a kínai gyártmányú dolgok iránt, szerintem sokan sejtitek, hogy mire gondolok, de alapvetően tehát mindig is volt ez az előítélet, megjegyzem, hogy jogosan, hogy ami kínai, az bizony egy ilyen Z és Z kategóriás műanyag fröccsöntött vacak. Attól függetlenül, hogy nagyon sokan vesszük őket mind a mai napig, és attól függetlenül, hogy a fél világ gyakorlatilag Kínában, a másik fele pedig Tájvanon, Koreában vagy Vietnámban készül. Ennek az ökológiai következményei már más kérdés, nem jó, tehát abszolút így a bolygó szempontjából nagyon durván túltolják és káros, ami ott folyik. A másik része, hogy az emberi faktor, de alapvetően videójáték fronton én nekem egy nagyon érdekes és kellemes csalódás az, hogy az elmúlt években azt tapasztalom, hogy ami játékok jönnek Kínából, azok kifejezetten jók. Úgyhogy lehet érdemes lesz így videójátékos szemszögből rajta tartanunk a szemünket a nagyfalon túlról érkező játékokon, mert nagyon okos és nagyon ügyes megoldásokkal élnek. Ebben lehet az is benne van egyébként, hogy amíg itt nálunk nyugaton mondjuk egy játékra jut egy bizonyos fejlesztési büdzséért 100 fejlesztő, addig ugyanazért a költségért Kínában jut rá 500 vagy 5000. És 5000 ember, még hogyha a kvalitásaiban nem is tudja ugyanazt, mint mondjuk egy fejlesztő itt mi nálunk, de mégiscsak a mennyiség az hozza a minőséget egy idő után. Tehát így brute force-al, de kiszállítják ugyanazt a minőséget, amit mondjuk egy itteni, hát nem feltétlenül mondanám már a triplát, mert ott mostanság már a triplás játékok is early access-ként jönnek ki, még akkor is, hogyha nincsenek early access-ként meghirdetve, Cyberpunk, de tehát, hogy így nagyon-nagyon jó így a tapasztalataim így az utóbbi időszakban a kínai játékokat illetően, még akkor is, hogyha így az angol fordítás azért erősen röcög időnként, sőt általában erősen röcög, de maga a játék és a játékmenet viszont minden másért kárpótol. De másik szempontból is anomália ez a játék, mert hiába Kínában készült és kínai fejlesztés, de öt ember dolgozik ezen a játékon. Úgyhogy nagy respekt nekik, hogy ezt így mind tető alá hozták. El nem tudom képzelni, hogy ez hogy csinálják, meg mennyit szoktak ők általában aludni, de nagyon remélem, hogy nem a pincében egy tárizsét dolgoznak, és a családjukat próbálják megmenteni egy bunkatábortól. Na, szóval előrejáróban ennyit a játékról. Early Access, fejlesztik, készítik, bővítik. Tudjunk róla. Ja, és pofátlanul olcsó az ára azért, amit kínál, tehát 15-6 euró jelenleg, van egy 10% kedvezmény is rajta, és ezért cserébe egy olyan nettó minimum 50, de jó eséllyel 100 plusz órát kínál, tehát hogy 100 plusz óra lesz eljutni odáig, hogy egy Dyson gömböt építünk a nap köré. Na, alapvetően, hogyha valaki nem tudná, hogy mi ez a Dyson gömb, meg miről szól ez a játék, tehát a Dyson gömb egy ilyen, hát jelenleg erősen tudományos, fantasztikus koncepció arra, hogy egy civilizáció képes lesz a nap köré egy olyan építményt, meg a struktúrát építeni, ami a nap összes kisugárzását elnyeli és átalakítja energiává, ami fedezi kvázi a civilizációnak az energia szükségletét. Na most, mi jelenleg ettől fényéve vagyunk. Jó, igen, tudom, szóval nagyon messze van még ez tőlünk, de koncepció szinten már így gondolkodnak rajta a tudósok, és egyébként meg fogjátok látni, hogy ez a játék nagyon ügyesen használja föl ezeket a koncepciókat, tehát nem ilyen abszolút légből kapottan, hanem így próbálja amennyire csak lehet a realitások talaján mozgatni ezeket a tudományos, fantasztikus koncepciókat, és ez is nagyon tetszik benne.
Tehát a Dyson gömb a nap köré épül, egy megastruktúra, néhány játékban, sci-fi filmben vagy könyvben találkozhattatok már vele, köztük például a Stellarisban, tehát tudjátok mekkora a nap, több milliószoros a Föld méretének, ebből fakadólag egy gömböt, tehát egy hatalmas nagy napelemet építeni a nap köré, ami minden kisugárzását elnyeli, gyakorlatilag azt jelenti, hogy nemhogy az egész Földet fel kéne használnunk az építéséhez, de nagyon sok más bolygót is, vagy több más naprendszer bolygóját is, hogy így azt az anyagmennyiséget kitermelje, amihez szükségeltetik. És van ez a Kardashev skála, ami azt mutatja, hogy egy civilizáció az milyen szinten áll. Az első szint az az, hogy a saját bolygójának az energiáját maximálisan képes kihasználni és a bolygót uralni. Jelenleg mi 0,65 körül állunk ezen a skálán egyébként, így halkan jegyzem meg. A kettes fokozat az, hogy a naprendszerét, tehát a saját napját is képes maximálisan kiaknázni, na ez a Dyson gömb, és a harmadik szint pedig, hogy az egész galaxisnak az jáját és mindenét. Tehát, hogy kvázi az a leugrom a hétvégén és gyarmatosítok mondjuk egy naprendszert kategória, mondta ezt Lakatos Géza, egy teljesen átlagos polgár egy harmadik szintű civilizációból. És talán van egy negyedik, ami az adott univerzum meg a az adott létsíknak az összes mindenségét képes kiaknázni, tehát kvázi istenek vagyunk. Na, úgyhogy ennyit előre járóban. Miről szól ez a játék? Ez egy gyárépítős menedzser játék. Tehát gyárakat építünk a semmiből, optimalizálunk, logisztikai hálózatokat alakítunk ki, és ennek a játéknak az esetében ezt mind egy ilyen bolygóközi intergalaktikus azért, de mondjuk egy ilyen csillagközi méretben kell elképzelni. Tehát nem egy bolygót, hanem bolygókat, később naprendszereket fogunk így befogni, és egy ilyen naprendszereken átívelő gyárkomplexumot fogunk létrehozni. Tehát a végén már odáig eljuthat a dolog, hogy egyik bolygón kitermelek mondjuk csak titániumot, azt átviszem csillaghajókon a másik bolygóra, ahol feldolgozzák, és utána azt átszállítom az anyanaprendszerbe, ahol pedig felhasználják. Tehát ilyen szintig el lehet menni ebben a játékban, és ez is baromira tetszik. Gyakorlatilag olyan, mintha a Satisfactory és a Factorio össze lenne gyúrva, és adnának hozzá egy kis bolygóközi kereskedelmet és mozgást és felfedezést, amolyan Planetary Annihilation mintájára. Szóval, ahol a Factorio végződik, ott kezdődik ez a játék. És szó szerint is értendő, ugye a Factoriónak a végcélja az, hogy kilőjünk egy rakétát az űrbe. Ez a játék meg úgy kezdődik, hogy jön egy rakéta, leszáll ezen a gyönyörű bolygón, és elkezdünk a semmiből építkezni futurisztikus gyár meg a komplexumokat különféle bolygókon, naprendszereken átívelően. Úgyhogy így, wow, nagy respekt. És hát gyakorlatilag ez a Satisfactory és Factorio szteroidokon, nagyon kemény szteroidokon. Na jó, nézzük magát a játékot. Grafikailag nagyon, nagyon szép, színes, szép, csecse. Nekem abszolút tetszik a játék hangulata, a zenék is jók, bár nincs túl sok soundtrack, de ígérik, hogy lesz majd több is így az Early Access végeztével, de tehát így nagyon-nagyon tetszik a játék, és hát hozzá kell tennem, hogy így a játékmechanikailag is, tekintve, hogy itt már nem egy sík felületre építkezünk, mint a Satisfactory vagy a Factorio-ban, hanem bizony bolygókra, amik hát mit ad Isten, nem laposak, hanem gömb alakúak, és ez a gömb formátum, ez nagyon sok szempontból meghatározó, a szimuláció szempontjából. Ráadásul, ha tovább megyünk, akkor itt ugye több bolygó van, és ezek a bolygók forognak a saját tengelyük körül, illetve keringenek az adott csillag körül, ráadásul nem is egyenlő léptékben, és ezt mind-mind szimulálja a játék. És hol jelentkezik mindez? Ott például, hogyha napelemekre akarunk átállni, bizony nem fognak végtelenségig energiát termelni, mert besötétedik. Ezt persze szimulálják a többi játékok is, de például szimulálják azt is, hogy téli vagy nyári időszámítás van, attól függően, hogy éppen a nap körül hol van a bolygó. Mert bizony ez is szempont, mert ha én elkezdek szépen napelemeket lehelyezni, bizony azt is mérlegelni kell, hogy a bolygó éppen melyik felére rakom le, ott hosszabbak a nappalok éppen, vagy rövidebbek, érdemes a bolygó több felére napelem hálózatokat építeni, vagy miért ne építsünk így az egyenlítőre végig napelemeket, és akkor így kvázi az év 365 napjában minden idő pillanatban folyamatos az áramtermelés.
miért ne építsünk be egy egész bolygót napelemekkel, ahol mondjuk nagyon jó a besütöttség, és onnan az energiát miért ne szállítsuk át egy intergalaktikus energiaszállító berendezés segítségével, igen, ilyen is van a játékban, egy másik bolygóra, ahol pedig csak gyárak vannak, tehát ott nem foglalkozunk energiatermeléssel, tehát nagyon, nagyon király a játéknak a felépítése. Na, a játékmechanikák, ugye ezek a gyárépítős menedzser játékok, gyakorlatilag az egész minden áll, azon áll vagy bukik, hogy az építkezés, illetve a logisztikai rendszer mennyire intuitívak, így építés szempontjából, illetve, hogy mennyire kvázi egyszerű és jó, meg komplex az egész logisztikai hálózat, illetve bonyolódik el idővel, amit ugye felépíthetünk. Na, alapvetően az építés tök jól megvan oldva. Itt lent van egy ilyen menü, de vannak hozzá gyors billentyűk, amiket ha megtanul az ember, akkor szép lassan, gyakorlatilag nagyon könnyedén fogunk tudni a semmiből építkezni. Ilyen kis drónok végzik az építkezést, amik így kiszállnak a robotunk testéből, és megépítik a cuccokat. Ezeket a drónokat is lehet fejleszteni, tehát hogy több legyen, gyorsabbak legyenek, gyorsabban építsenek, stb. 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 És tehát alapvetően így tök jó az építkezés, ráadásul ez a rács szerkezet, ez így végig látható maradt, tehát ez is így könnyíti az építkezést, bár hozzá kell tennem, hogy itt azért, tekintve, hogy a bolygó az gömb alakú, ez a szerkezet, ahogy így elindulunk az egyenlítő felé mondjuk a sarköröktől, kicsit torzul, tehát hogy így elnyúlnak, és ezt is így kezeli a játék, de ez egy másik fronton azért okozhat problémát, mégpedig, hogy jelen formájában nincsenek blueprintek. Tehát tervrajzok, sablonok nem lehet készíteni, ami nagyon hiányzik egyébként a játékból. Én bízom benne, hogy bele tudják rakni, de amíg a Factorióban ezt viszonylag könnyedén meg lehetett csinálni, hogy mondjuk megépítek valamit, mondjuk ezt az olajfinomító épületegyüttest, és akkor azt utána elmentem egy sablonként, és legközelebb ezeket már csak így sorozatgyártom egymás mellé, és tekintve, hogy ebben a játékban azért bolygókat fogunk beépíteni több naprendszerben, nagyon is kell, hogyha megvan a templétekből tudjunk gyorsan és hatékonyan dolgozni, de jelenleg sajnos nem lehet. Tehát mindent egyesével kell itt végig puttyogtatni, de ettől függetlenül bízom benne, hogy megoldják. De mi a nehézség? Az, hogy míg elmentünk a Factorióban egy ilyen templétet, ami ugye adott cellákat foglal a játéktéren, addig itt ezek a cellák, ahogy így megyünk szépen egyre délebbre az egyenlítő mentén, picit torzulnak, és ezt kell megoldani technikailag a fejlesztésnek, hogy ezeket tudja kezelni a játék, és akkor a templétek is kvázi könnyebben realizálódhatnak. Na látjátok? Itt végig megy egy ilyen rács, aztán itt kicsit elcsúszik. És ez pont abból adódik ugye, hogy kiszélesedik egy kicsit a bolygó az egyenlítő felé, mert hogy gömbfelület vagy geoid. Mindenesetre templétek nincsenek, nagyon kellenének, remélem, hogy benne lesznek. A logisztikai láncolatok is nagyon komplexek, tehát hogy most itt van a kutatás, és akkor itt látjátok, viszonylag kezdetleges dolgoktól indulunk, hogy sütő, áramtermelő, fejlesztések, fejlesztőközpont, aztán szépen bonyolódik el, egyre több, egyre komplexebb dolog kell egy-egy dolognak az előállításához, aztán a végén már gyakorlatilag az összes gyárunknak a minden tudása kell ahhoz, hogy egy-egy végtermék előállhasson. De pont erről szólnak ezek a játékok, tehát hogyha valakit ez nem szórakoztat és nem élvezi, akkor értelemszerűen ez nem az ő játéka. De én abszolút elégedett vagyok logisztikai rendszerekkel, és tényleg jól össze lehet őket drótozni. Például az nekem nagyon tetszett, hogy lerakok most itt egy sütőt, és mellé mondjuk egy futószalagot, így, és úgy működik a szállítás, a transport az egyes épületek között, hogy ilyen kis emelő karokkal, amiket ráadásul el is lehet nyújtani három szektor erejéig, és azok pakolják ki be a cuccokat a futószalagokról, meg a futószalagokra az egyes gyárakba. Ráadásul a gyárak között is van lehetőség, hogyha így kellő közelségben vannak egymáshoz, hogy azokból is A gyárból B-be közvetlenül átemeljük a dolgokat. És ez is nagyon tetszik. Másik dolog, ami nagyon jó, hogy a futószalagokat lehet egymásra pakolni, mármint hogy így rögtön így meg lehet magasítani a kurzorgombok segítségével, és akkor gyakorlatilag egy ilyen vidámparkos hullámvasutat is építhetünk belőlük. A futószalagon amúgy a Mac-ünk az nem tud közlekedni, mint a többi játékban, tehát azt így ne várjátok.
Tehát ez is nagyon tetszik, és így tök elegánsan meg lehet oldani, hogy elkerülik az ilyen spagetti rendszert. Ettől függetlenül spagetti lesz a futószalag hálózat, de tehát így nagyon elegánsan lehet így kezelni dolgokat és megoldani. Lehet ilyen átemelőket is, mint amit így kezdetben alkalmaztam, aztán rájöttem, hogy hogy lehet megemelni ezeket a szerencsétlenül járt futószalagokat, és akkor már így egész szép utásokat lehetett kihozni, például itt is meg van emelve a futószalag. Úgyhogy mondom, a logisztikai rész az tökre rendben van, van kutatás a játékban, és itt két része van a fejlesztésnek, vannak a különféle épület és nyersanyag fejlesztések, illetve a nyersanyagoknak a kitermelésének a lehetősége és feldolgozásának lehetősége, illetve upgrade-ek, amik elsősorban a robotunkat upgrade-elik, tehát nagyobb energiamag, gyorsabb visszatöltődés, gyorsabb séta, űrrepülés, drónok fejlesztése, illetve így a különféle logisztikai rendszereknek a fejlesztése is itt van, tehát hogy gyorsabban többet szállítsanak a logisztikai drónok, a napelemek, vagy hát inkább a napvitorlák tovább bírják, több áramot szállítsanak el, stb. És hát ezeket jó időbe telik, és nem kevés nyersanyagba kifejleszteni, tehát a kutatási rendszerrel is abszolút meg vagyok elégedve, be lehet őket egymás után rakni sorba, tehát folyamatos lehet a kutatás akár, hogyha győzzük nyersanyaggal, és mindez ugye gyakorlatilag csak rajtunk múlik, hogy milyen jól építjük ki a nyersanyag hálózatot és a logisztikai rendszer. Ez az a játék, amit elkezdesz, játszol vele valahány órát, aztán utána újra kezded, és optimálisabban kezded el kiépíteni a dolgaidat. Aztán utána eljutsz benne valameddig, sokáig, és utána megint újra kezded, amikor rájössz, hogy a late game-ben mik lesznek a jók, csak hát ugye azt meg kell alapozni valahol. Úgyhogy egy ilyen folyamatos tanulás, folyamatos fejlődés van a játékban. Na, másik dolog, ami nagyon tetszik, az a játékban a mozgás a kis robotunkkal, vagy hát nem kis, tehát ez egy elég nagy Mac, de így tök jó tud ugrálni, repülni, űrrepülni, aztán később meg már a naprendszerek között hipertérugrásokat végrehajtani, majd mindjárt megmutatom azt is. Itt tudunk repülni a kis bolygónkon, és mindjárt átmegyek az újdonsült főbolygómra, ahol már úgy próbáltam építkezni, hogy sokkal optimálisabban, és hát nagyon sok mindent oda szállítok, nagyon sok minden ott készül már nagy tételben, és hát ott kezdtem el fellőni a Dyson gömb alapjait, ezt a Dyson rajt, amik gyakorlatilag mini napelemek, vagy hát mini, tehát ezek nagy napelemek, amiket fellövünk a nap köré, és egy ilyen Dyson raj keletkezik. Tehát maga vászszerkezet még nincs, ott még nem tartok, azt is majd meg kell építeni, tehát hogy egy rendes Dyson gömbünk legyen. És apropó építés, tehát hogy itt van lehetőségünk konkrétan dizájnt adni, hogy hogy nézzen majd ki a Dyson gömbünk. Vannak ilyen előre elkészített dizájnok, tehát ez a rendes ilyen rácszerkezet, vagy esetleg ez a háromszög alapú rácszerkezet, vagy akár mi saját magunk rajzolhatunk rácszerkezetet, ha úgy szeretnénk, és akkor így megtervezzük. Tehát ilyen kis összeköttetési pontokat rajzolunk bele, kapocspontokat rakunk, stb. Tehát mi saját magunk akár tervezhetünk Dyson gömböket a játékba. Nagyon, nagyon jó ez is, nagyon tetszik. Felfedezés, tehát itt van a és gyakorlatilag egy idő után ez a játék átvált Star Trekbe. Tehát új bolygókat, új naprendszereket kutatunk föl, és keresünk nyersanyagokat a következő gyárunknak a táplálásához, hogy meglegyen az utánpótlásban. Mert ugyanis előbb vagy utóbb fel fogjuk használni az összes nyersanyagot egy bolygón, és hát akkor itt kezdődnek a kalandok. Hogy hova menjünk, mit találunk, hol mi vár minket, és változatos égitestek vannak a játékban már most, közben adok egy kis gázt, hogy odaérjünk Adhara 1-re, a kis gyáramhoz. Alul egyébként ott van az energiacsík, az a kis sárga, arra érdemes figyelni, mert hogyha elfogy, viszonylag lassan töltődik már újra, mert elég sok energiát fogyaszt már így a robot, de hát könyörgöm, csillagok közt repülök, és nézzétek, ott vannak a kis napelemek, nagyon szép a játék, nagyon szép lett. És tényleg, tehát ledöbbentő, hogy mennyi mindent képes megjegyezni és szimulálni egy időben. Tehát ilyen galaktikus szinten már. Apropó galaktikus, pillanat, mindjárt leszállok. Megpróbált nem becsapódni. Jó, ez egy viszonylag szép landolás lesz. Amúgy be lehet csapódni, a robot az nem sérül. Még jelenleg legalábbis nem sérül.
ezt hozzáteszem, tehát hogy így becsapódok. Egyébként többen kérték a fórumon, hogy legyen már ilyen hőslandolás animáció a robotnak, ha csak így becsapódunk valahogy így több ezer méter per szekundumos sebességgel, hogy oké, hogy túléli, de hogy legyen már valami menő kis animáció hozzá. Na, a felfedezés mellett nagyon jó statisztikákat is kapunk az egyes bolygókról, vagy ha szeretnénk az egész rendszerről, vagy az egész kvadrán, majd későbbiekben, energia kutatás szempontjából, illetve a Dyson gömböt is tudjuk majd később monitorozni, és hát mondom, tehát így teljesen intergalaktikus lesz az egész, vagy hát ilyen naprendszerek közötti, tehát azok ott a kis pöttyök mind random generált naprendszerek, amikből hát így ránézésre egy ilyen random generált sandboxban van 20-30, és mindegyik nap körül kering minimum 2, de inkább 4-5 bolygó, illetve gázorjás, amiket kiaknázhatunk. Igen, a gázorjásokat is később ki fogjuk tudni aknázni a megfelelő technológiával, úgyhogy így wow, azt kell mondjam. Közben rakok be magamnak némi energiát, mert hogyha szeretnék hipertérugrást csinálni, ahhoz bizony kelleni fog a nafta, és hát akkor miért nem utassam meg nektek azt is. Úgyhogy nagyon sok mindenről kapunk információt, testre szabható, az építés intuitív, a fejlesztés kellően részletgazdag, és a logisztikai láncolat is kellően bonyolult lesz, és ez csak tovább fog bonyolódni, fejlődik tovább a játék. Ami jön, tekintve, hogy ez Early Access, tehát, hogy amit még így ígérnek bele a fejlesztők, az, hogy többfajta bolygó legyen. Tehát jelenleg van ilyen sivatag bolygó, ilyen kopár, kietlen bolygó, gyakorlatilag aszteroida, mint például ez itt, van jégbolygó, van dzsungelbolygó, tehát hogy már most szerintem van benne egy 7-8 fajta bolygó, és továbbiak jönnek, meg persze különféle csillagok. Kíváncsi leszek, hogy lesznek-e benne kettős csillagok, meg ha már itt vagyunk, lesznek, illetve már vannak fekete lyukak is, tehát nagyon sok fajta csillagtípus van, én például az ilyen kettes vagy hármas Iker csillagokra vagyok nagyon kíváncsi, de van például már most is fekete lyuk, de további dolgok várhatóak, főleg így a felfedezés szempontjából, és ilyen interakciók ezekkel a különféle égitestekkel, tehát például mi történik akkor, ha beszippant minket a fekete lyuk, kérdőjel. Akkor a megket szeretnék, hogy legyen testre szabható. Ez is tök jó, mert jelenleg egy ilyen nagyon menő űrdongó dizájnja van, de hogyha valaki szeretné, akkor ezt lehet majd így testre szabni, és szerintem ez is egy nagyon jó poén a játékba. Ami érdekesebb viszont, és ami tényleg fontos, így játékmechanikailag, az a harc. Ugyanis jelenleg totálisan békésen el vagyunk a bolygókon és építkezünk, nem sérül a robotunk, nem sérülnek az eszközök, de tervezik, hogy ugyanúgy, ahogy a Factorióban a kis bogarak ránk támadnak, minél nagyobb az ökológiai lábnyomunk, úgy itt is idegen létformák fogják terrorizálni a gyárainkat, és tekintve, hogy itt mi gyakorlatilag több bolygón, több naprendszerben tevékenykedünk, ugye ezek az idegen fajok is vagy jelen lesznek minden bolygón, és akkor a gyárakat a bolygó szinten kell megvédeni, vagy pedig rendszer szinten flottákat kell fenntartanunk, akik ugye a bolygók közi kereskedelmet védelmezik, illetve a bolygókat is az idegen flottáktól. És hát itt gyerekek, tehát itt nagyon el tudok szállni így képzeletbe, tehát hogy így védőflotta, bolygószintű védőpajzs, bolygóvédő ágyuk, ezek nem bolygóvédő ágyuk, ezek lövik föl konkrétan a Dyson rajt a nap köré, amik ugye a napelemek, amik begyűjtik nekem így az energiát, szóval van itt potenciál. Tehát, hogyha így a harc és ezek az idegen légformák majd bekerülnek a játékba, az nagyon sok mindent megváltoztat és előnyére. Reméljük, hogy lesz peaceful mód, miért ne lenne, elvégre mindig szoktak így bekerülni ilyesmik az ilyen játékokba, de hogy ez is jön, illetve még egy érdekes dolog, űrplatformok, tehát, hogy itt van a bolygó felszín valamelyik 100%-ban beépíthető, mint például ez is, de ha átmegyünk a másik bolygóra, ahonnan indultunk, ott bizony van víz, amit lehet még terraformálni, nem arról van szó, de például a bolygó felszínnek csak egy adott, jelenleg 60%-a beépíthető alapból, aztán ugye mi max az egész bolygót így beplatformozhatjuk, és akkor csinálhatunk belőle egy Cybertront, de tehát, hogy ez is egy szempont, amivel számolni lehet. De hogy az űrbe építkezünk, és akkor űrplatformokat hozunk létre a bolygók körül, amikre tovább építkezhetünk, és akkor ezáltal kibővítjük a teret. Menőbb, mennyivel jobb a térkihasználás, és ez is plusz játék, játékélmény és mechanika, amit ez
itt. És hát nem utolsó sorban a kezelőfelület, tehát a user interface, ami mindig elbír fejlesztést minden játékban. Tehát ha valaki azt mondja, hogy nem, az hazudik. Ami akkor hiányzik a játékból jelenleg, rosszat nem igazán tudok mondani. Tehát nem találkoztam bugokkal, se crash-sel, attól függetlenül, hogy itt mennyi mindent számol és jelenít meg a játék, de nem találkoztam vele, úgyhogy minden tisztelet a készítőké. De hogy ami hiányzik jelenleg nagyon, az egyrészt az az épületeknek a sablonosítása, tehát hogy sablonokat hozunk létre, amik alapján később így tömeggyártani tudjuk az épületeket, amik tömeggyártják azokat a cuccokat, amik további más dolgok gyártásához szükségeltetnek, és akkor így tovább a kör bezárul. És még egy dolog, ami viszont nagyon hiányzik, és szerintem könnyűszerrel megoldható lesz, az pedig az, hogy fejleszteni tudjuk a már lerakott épületeket a jobb változatukra. Jelenleg úgy működik, hogy el kell bontsuk a meglévőt, és le kell rakjuk az új változatot, ami ugye fejlettebb. Ez elég sziszifuszi. De bízom benne, hogy lesz lehetőség, mint ahogy ezt a készítők már nyilatkozták, hogy igen, tervben van, hogy legyen ilyen upgrade lehetőség, és akkor akár masszívan upgrade-elhetünk egy egész gyártósort, vagy egy megagyárat is. Úgyhogy bízom benne, hogy ezek bekerülnek. Na, végszóra akkor rugrást oda az Alpha Country rendszerre, ami 3,4 fényévnyire van. Egyébként megjegyzem, hogy oda akár, ha valaki nagyon szeretné, akár real-time el lehet repülni. Tehát, hogy tényleg ott van ilyen messzeségben egy másik naprendszer. Csak hát attól függően, hogy milyen fejlesztéseink vannak, ez 2, 3, 10, 20 órányi ilyen kis utazást jelent az űrben, a semmiben, de ha valaki szeretné, akkor Elite Dangerous-heti is játszhat a játékban, tehát hogy így beállítja a játékot, és akkor most 3 óráig egyenes, és akkor egyszer csak odaér, és tényleg oda fogsz érni, vagy pedig kifejleszti ezt, ami hát ugyancsak sok idő, de aztán sokkal hatékonyabb, hogy hiperugrás, és akkor megyünk az Alpha Country rendszerbe nagyjából néhány másodperc alatt. Azt nézem, hogy be tudom ezt így rakni. Megpróbálom, csak nehogy túltolja. Kíváncsi vagyok, hogy megáll-e magától. Mindjárt ott vagyok. Megállsz? Vagy ki kell nekem esni belőle? Hopp, túlmentünk. De itt van. Itt van az Alpha Country 1. És akkor itt egy vadonatúj nap, vadonatúj bolygókkal, és vadonatúj lehetőségekkel. Ahogy nézem, ez egy M-típusú csillag, és a rendszerben van nagyon sok nyersanyag, köztük olaj, tűzjég, optikális kristály, vagy optikai kristály, meg még egyéb nyersanyagok, és akkor így látjuk, hogy mi van a rendszerben, hova érdemes menni, stb. Na, úgyhogy mindent összevetve, ez a játék fantasztikus, engem megvett kilóra, és mindenkinek bátran tudom ajánlani, egyszerűen semmi nem indokolja, hogy ne próbáld ki, ha ez alapján, a videó alapján megtetszett, vagy pedig tetszik alapvetően a gyárépítős menedzser játék, mint zsáner. Ez a játék tényleg valami egészen különleges, én le vagyok tőle tényleg hidalva, és nagyon várom, hogy hová fog fejlődni, meg nem mellékesen nagyon élvezem már most is vele a játékot, és ahogy a videó elején mondtam, ebbe így alaphangon 50-100 óra van benne, ha nem több. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm a készítőinek, és hát nektek is a figyelmet. Ez volt akkor a Dyson Sphere program. Ha megtetszett, akkor Steamen megtaláljátok a játékot, és nagyon bátran belem ajánlani, hogy próbáljátok ki. Találkozunk legközelebb egy újabb brutálisan őszinte véleménnyel. Sziasztok!